Egy szép szólót követően a kapuban köt ki a korong, az egyik csapat játékosai örülnek, de az eredményjelző továbbra is 0-0-át mutat. Jégkorongban az U12-es az első korosztály, amelyik már nagypályán játszik, az eredményt azonban hivatalosan nem tartják számon. A szabolcsi Sólymok vasárnap a Jászberényi Lehel csapatát fogadták. Rajtuk kívül két budapesti, egy sátoraljaújhelyi, egy miskolci és egy debreceni csapat szerepel az országos C-csoportos bajnokság regionális csoportjában. A vasárnapi meccs a vendégeknek sikerült jobban. A játékkal egyáltalán nem voltam megelégedve, mert amit megbeszéltünk, abból nem sokat láttunk, amit edzésen gyakorlunk, nem sok mindent tükröződött vissza. Hát ott az ellenfél csapatában volt egy ügyes játékos, a hármas számon, aki játszott, az lőtte mind a négy gólt, 4-0 lett a végeredmény, ugye nem számoljuk, de azért mi számoljuk, edzők. Az, hogy nem tudtunk gólt lőni, még ebben a szezonban ilyen nem fordult elő, hogy gól nélkül maradjon a csapat. Ezt majd át fogjuk beszélni, kiértékeljük, és majd javítunk rajta. A Szabolcsi Jégsport Egyesület célja, hogy 4-5 éven belül valamennyi korosztályban legyen csapatuk. A jégkorongozók számát ezért szeretnék 300 körülére felduzzasztani, és a tervezett infrastruktúrális fejlesztésnek köszönhetően jelentősen megnő majd a jégen tölthető hetek száma is. Jelenleg U8 és U16 között versenyeztetünk, és ennek megfelelően bonyolítunk le minden héten edzést. A korosztálytól függően ez 4-5 edzés hetente. Az egyesületnek az elsődleges célja az idei évben, vagyis a következő 2022-2023-as szezonra, hogy a jelenlegi infrastruktúra fejlődjön. Ez annyit jelent, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtásra került egy pályázat, amivel kapcsolatban a Nyíregyháza megyei jogú városnak mindenféle támogatását, mint tulajdonosi támogatását megkaptuk, és a pályázat vagy a beruházás értelmében körbe lesz zárva a jégcsarnok. Így nem csak 4 hónapot tudunk jégen tölteni egy szezonban, hanem akár, mint az ellenfél klubcsapatok, akár 8-10 hónapot is jégen tudnak tölteni a fiókák. Szombaton U10-es tornát rendeznek Nyíregyházán, ahol a hazaiakon kívül a DVTK, a Debrecen és a Kazincbarcika fiataljai lépnek jégre. Vasárnap a Szabolcsi Sólymok U16-os csapata a Kazincbarcikán játszik bajnoki mérkőzést.